Üdvözlök, és mindenkit, itten Hatu vagyok. És mostan nagyon sokan vannak úgy, hogy kábel tévékkel, tévé, külön boxok, és adásul még magukkal sem bírják vinni a tévét. És itt van a egy egyszerű szolgáltatás, ami most indult nem régen, 3 éve van Szerbiában, inkább 4 éve, és ezt mutatva, ilyen globál telekomos szám. Egyszerűen lehet venni mindegyik ilyen moly kioszos trafikban, szinte Szerbiában mindenhol megtalálható. Itt is van a globál tel. Eléggé jó. Most, hogyha rá lehet tölteni például 1000 dinárt, nem kell semmilyen szerződésre velük kötni, nem úgy, mint a többivel, el kell kötelezkedni. Ez jó arra, hogy lehet rajta beszélgetni, a tenor a szám meg arra jó, hogy van korlátlan internet rajta, 1000 dináré. És ez havi 2000 dinár. Ha netán valaki nem akar annyit rátölteni, és van ilyen 40 darab csatornája van, benne van a hazaiak, meg a pinkek, meg egyéb más, mindjárt is tudom melyikek, és erre minden hónapban, hogy aktiválva legyenek, minimum fel kell tölteni 200 dinárnál többet, vagyis 200 dinárnál följebb, a minimum az 210 dinár, hogy lehessen nézni rajta telefon át filmeket, sorozatokat. Több uszloka is van neki, több szolgáltatása, de saját számot csináltatni, és van ez az alkalmazás, rá kell rakni a telefonra, és itt van ez a Bezplatán TV, 40 darab TV havonta 210 dináré, plusz még a 210 dinárt el lehet róla beszélgetni, alkalmazáson megy át a hívás, akkor jóval fele annyiba kerül, mert akkor az interneten van betárcsázva, és te nem fizeted a másik felét neki. És itt is vannak, milyen sok. Rajta van ez a Ping, RTS, RTS 2, B92, Pruva, Red, Ping Info, Pinken, Ping BH, Russia Today, BBC, Euro. És látni, hogy van rajta 40 darab. Pro 7, angol nyelvek, ez a Euronews, ez is angol nyelven van. Itt jó, szinte minden angol nyelvű. Jól fel van iratozva szerb nyelven. Pink mindegyik. Angol, ez is angol. Egyetlen egy se nincs, ami szerb volna, mindenhol feliratok mennek rajta. És így lehet az agynak az angolt átfordítani szerb nyelvre, hallgatni, értelmezni. Nem pedig szikron. Nincsen leszikronizálva, nem késik a hang a képné. Nincsen benne hiba. Lehet rajta nézegetni, fantasy, pink csatorna csomag, tisztára benne van mindegyik, pink szó, pink hits, pink and roll, pink folk, pink extra, ez itt 76 van, 77, hajafok, lol, haha, happy tv, 84 darab van benne. nem 40 van, hanem 80 darab kanál is havonta 210 dináré. Egy nagy a hátránya neki, hogy csak telefonos alkalmazáson át lehet nézni a csatornákat. Nem pedig lent folyton másik tölteni az alkalmazásokat. Van a Google Pay áruházba. És akkor itten lehet regisztráltatni. Van, hogy jönnek ilyenek, hogy mennyire. Nem jó! Hát, szerintem meg eléggé jó, telefontól függően. Na, egy Android 7.1-es sem nagyon jó.
Jó, minden hincs hiba. Legújabb Android-on már lehet, hogy hibák vannak. Attól függően, hogy... És jó, hogy mennyire, nem? VM-ben van. Leprogramozva. Ausztriai cég, úgy néz ki. Vagyis egy vállalkozás. Külföldön, ami Railnak van. Telekom, ha jól gondolom. Interneten át lehet rajta betrácsázni, és akkor jóval. Olcsó! Megéri! Kipróbálni! Itt van ez a Vig TV. Ezt nem próbáltam még ki. Ez már szerintem fizetősebb lehet. Ez az, hogy már Click TV, hogy ez több alkalmazásonál lehet nézni, Android boxokon is. Nem muszáj telefonhoz kötni, ezt meg csak telefonon át lehet, de azt is meg lehet oldani, hogy TV-re rá lehessen kapcsolni, hozzá csak egy Chrome gaszt kell, vagy utánzat annak, és akkor elindítod, telefont rákötöd a Chromecast-ra, indítod az alkalmazást, és akkor te nagyba fogod látni egy TV készüléken a képet. Vannak ilyen utánzatok. Az originál az 6000 dinárba kerül. De van egy olcsóbb utánzatok, ami de vannak másolva. Kínaiak, azok meg a 1000 dinárba kerülnek, ha jól láttam múltkor, 1500. De vannak utánoztatva, hogy szerintem fölösleges a ilyen, mondom, 2000 dinár, ezek mind-mind utánzatok a Chromecast-nak. 1500, itt is van 1500, dinárba kerül. $1400 is már lehet szerezni. Vagyis inkább mire kaszt a neve neki? Az eredeti az meg ott van. A Win-Win-ben volt. 6-7000 dináré. 7000 dináré volt. És itt van, hogy megvan a módja neki. De szerintem már a 21. században a legnagyobb fölösleges eszköz a tévé. Arra a tévét venni, hogy csak filmeket, sorozatokat, kábel tévét nézi rajta, arra tisztára fölösleges. Egyszerűen nem éri meg. Ilyen katót sugarú tévék se, azok arra voltak jók, hogy lehetett rajta nézni, és akkor vannak ilyen set-top boxból is már kezdik kihalni, hogy rá lehessen kötni régi típusú tévékre. Ha van ilyen kínai vacak box, nem annyira vacak, lehet már szerezni már 15 euróé, ilyen 2000 dináré, rá lehet kötni a telefont is, és azon át lehet irányítani. Mindent van hozzá, olyan mint egy miniszámítógépet lehet tőle tenni, arra megéri, de hogy egy sima kábelra, vagy pedig ilyen IPTV boxra, mint nincsen más funkciók, csak filmet meg tévét nézni, egyszerűen fölösleges venni ilyen tévéket, nem éri meg. Ez csak ilyen kicsike kitérő volt. Legjobban megéri szerintem ilyen globál tele száma nézni filmet, ami angol nyelven van, mellette szerbben. Van nem szinkronizált vacak, szinkronfilmek, amik
nagyon undorítóan vannak leszinkronizálva, rossz nézni is, nem az, hogy film, de az is, hogy milyen rosszul beszélnek benne. Ez érdemes megvenni ezt a globál teles kanálokra. Számod van az a Click TV, amit már több platformon lehet látni, nézni. Szóval annyira éri meg, jobban megéri ezt, van ilyen csomagok. Fontosnak ezek a csomagjaik, hogy mennyire is jó. Kapsz tőlük, hogyha most vesző, átmész ilyen free prepaidet rendelsz tőlük. És itt van. Ugye Ednom? Egy napra kapsz 1 GB-ot, 4 GB-ot, 100 GB-ot kapsz. És akkor online-on lehet venni. Megnézem a telefonomon. Egyáltalán érvényes ezek a promóciók, hogyha mi volt 8-as kafikba lettük a számot. Free Prade. Nem. Akkor nem érvényes, csak akkor érvényes, hogyha most vesző egyet online-on, és automataszka prepláttán van. Nekem nem írja ki azt az alkalmazásba, hogy kapnál 100 GB-ot, de van ilyen, hogy automataszka prepláttán ki lehet kapcsolni. Akkor egy kiosztos verzió van, nincsen előre beállítva, hanem kedvszerűen rakom be a csomagokat. Itt ha egyszer megveszed, akkor emléletileg automata lesz, hogy csak akkor kapsz egy új számmal. Meg online megveszed, bízkéni hozzá. Új számot lehet kérni havonta. Telefont meg kell adni, és akkor már meg is van, és benne van a TV, meg a korlátlan beszélgetések. 21. században már nem az a divat, hogy leülsz a TV mellé, és nézed. Egy legegészségtelenebb dolog. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!